Még mielőtt belekezdünk a videóba, szeretnék bocsánatot kérni a kihagyásokért és a rendszertelen videó feltöltésért. Sajnos mindkettőnknek így jöttek ki a lépések, próbáljuk magunkat minél jobban tartani a szerda vasárnapi videókhoz. Sziasztok, én Máté vagyok, ez pedig itt a Paranormal Hungary mai adása. A mai részben pedig három darab megszállt, elátkozott festményt fogok megmutatni. 1887. áprilisában egy 4 éves kislány név szerint Samantha Houston egy texasi hotelben játszott egy lépcső közelében, majd elvesztette egyensúlyát és lezuhant a lépcsőn. Sajnos elhunyt. Viszont úgy tartják, hogy az ottani egyik festményt, név szerint a Love Letters replikáját megszállta a kislány szelleme, aki a kép közelébe volt, hogy nézte, émelget, rosszul érezte magát, néhány embernek pedig olyan érzése volt tőle, minthogyha a levegőbe emel. Valaki még azt is látta, hogy a festményen lévő arc érzelmei megváltoznak, nem ajánlom senkinek ezt a hotelt. Giovanni Bragolin festő az 50-es években készített egy síró kisfiúról egy portrét. Azóta rengeteg ilyen síró kisfiús kép készült, természetesen másolatok, körülbelül 50 ezer ilyen lehet, és ezeket ilyen bolhapiacokon eladták olcsón. Viszont aki megvette, azzal nagyon durva dolgok történtek. 1985-ben Angliában Ron és May Hall egy ilyen képet vásároltak, felrakták a festményt, majd néhány nap múlva kigyúlták a házuk. Szinte minden porig égett, kivéve a festményt. Lehetne azt mondani, hogy véletlen volt, viszont nem egy ilyen eset történt. Nagyon sok tűzesetnél találták meg a képet, és minden alkalommal sértetlenül. Egyébként is van a képen valami nyomasztó érzés, valami nem tudom megfogalmazni, de az biztos, hogy önszántamból nem raknám ki a falamra. Ennek a kicsit sem barátságos tekintetű festménynek a szerzője ismeretlen, viszont úgy tartják, hogy amikor csinálta, a saját vérét keverte bele a festékbe, és nem sokkal miután befejezte, öngyilkos lett. Kép mostani tulajdonosa egy bizonyos Sean Robinson, aki a nagymamájától örökölte a festményt, és van egy YouTube csatorna, amin megmutatja, hogy a festményt tényleg meg van szállva, és paranormális dolgok történnek körülötte, mutatom is ezeket. Nem hiszem, hogy bárki szeretné az otthonába ezt a festményt, ha mégis azonban van egy rossz hírem, ugyanis tudtommal a tulajdonosa nem tervezi eladni, sajnálom srácok. Viszont ennyi lett volna mára, remélem kellőképp para témát hoztam nektek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és ha nem szeretnétek lemaradni a közelgő tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel, vigyázzatok magatokra, sziasztok!